A 2022-es évben több mint 1,1 millió illegális bevándorolt fogtak el Európában az Unió statisztikai hivatala az Eurostat adatai szerint. Ebből pedig az is kiderül, hogy az 1,1 millióból a legtöbb illegálisan érkező embert Magyarországon fogták el. Vendégem Bakondi Gondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó estét kívánok! Jó estét! Mi ennek az oka, hogy ilyen elképesztő mennyiségű illegális migráns van, és úgy tűnik, hogy egyre nehezebben lehet ezt megállítani? Ugye a tengeri útvonal az mindig most is látható. Nagyon gyakoriak a balesetek, vízbefulladások. Nagyon kockázatos és veszélyes egy vízi útnak, egy nyílt tengeri utazásnak ócskal, csónakokkal, hajókkal nekiindulni. Ezért már most hosszú ideje tapasztalható, hogy még abból az irányból is sokan inkább igyekeznek eljutni mondjuk Szerbiába, Belgrádba, és onnan aztán embercsempészek segítségével tovább jönni, de azért az afganisztáni változások, az onnan kiáramló jelentős számú, onnan elmenekülő ember, aztán iráni változások és azonnan érkezők sokasága, India, Pakisztán, Nepál, Banglades, sok-sok olyan kibocsátó ország, amelyek erre vezetett az útja. A balkáni útvonal is bonyolult, összetett, mert egy része Szerbián keresztül a magyar határra vezet, egy része Bulgárián keresztül Szerbián át, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia. Ez egyébként az utóbbi időkben felértékelődött ez az útvonal. Olcsóbban is számolják az embercsempészek a szállítási költségeket, és talán nagyobb sikere próbálkozhatnak. A magyar határ az védve van, ezzel együtt az embercsempészek Magyarország kedvező fekvése, jó megközelíthetősége, nem kell több országon, magas hegységeken át vezetni embercsempészeknek migráns csoportokat, kedvezőnek tűnt, és hosszú ideig, és még a tavalyi évben, sőt az idejében 54 ezeret elérte, meghaladta elfogott határsértők száma idén eddig. Ez azt jelzi, hogy az irány aktív, továbbra is fontos útirány. Végbe mentek aztán változások a szerb-magyar határ szerbiai oldalán, erről itt is beszélgettünk már, embercsempész csoportok kifejezetten mafia módszerekkel egy-egy térségben az uralmukat kihirdették, és a másik érdekelt embercsempész csoportok ellen harcot is képesek, fegyveres harcot is képesek folytatni, de vannak olyan esetek, amikor az embercsempész csoportok, akik mondjuk Törökországból hoznak és tartanak Nyugat-Európába, és nem a határon levő embercsempész bandához tartoznak, fizetnek az áthaladásért az adott területet uraló. Tulajdonképpen egyfajta vámot szednek ezek? Tulajdonképpen hasonló ez, mint amit a mafia folytat, amikor úgymond védelmi pénzt szed az ott dolgozó kereskedőktől, vendéglátóiparosoktól, azért, hogy megvédjék őket saját maguktól különben. Ezért sokat beszéltünk erről, de kétségtelen, hogy a embercsempész bandák mafia módszereket alkalmaznak, és ezek között nagyon sokfajta leszámolás, fegyveres fellépés is van, és ugye az a mérhetetlen profit, amivel ők dolgoznak, ez az ösztönzőleg hat a jól megközelíthető magyar határon való kísérletezéshez, és a magyar határozat szilárdsága mutatja meg azt, hogy egyre több pénzt kérnek az átjuttatásért. Ez az is érdekes, hogy az Eurostat adatai szerint a törvénytelenül tartózkodó emberek, akik az unió területén vannak, legtöbben Szíriából, Afganisztánból és Marokkóból érkeznek. Igen. És nyilván innentől fogva ezeknek a nagy részét teljesen lehetetlen kiutasítani. Nagyon sok európai állam, de Anglia is megpróbálkozott ezzel, szinte eredmény nélkül. Anglia kicsit más módszerrel próbálkozott, ő megpróbálta, talán sikerül is, egy bizonyos afrikai országba. Ruandába, igen. Amiért ő fizetne a ruandai kormánynak, és ott várnák meg a menekült kérelmük elbírálását. Ez azt jelzi, és aztán vannak más módszerek is, de az kétségtelen, hogy a kiutasítás nehézségét leginkább az akadályozza, hogy ismeretlen identitással, ismeretlen személyazonossággal érkeznek emberek 10 és 100 ezrei Európába. Tehát én most voltam nemrégen külföldön, tehát olyan, hogy a határon átmegyek igazolvány vagy útlevél nélkül, teljesen elképzelhetetlen. Most Európa ezzel együtt, különféle ideológiai megfontolások alapján olyan embereket enged be az országának a területére, akiket a mafia módszerekhez hasonló embercsempész bandák szállítanak oda. És ezt igyekeznek valami fajta humanitárius vagy embersegítő
megoldásként feltüntetni, sőt a gazdaságuk jövőbeli munkaerejéként szerepeltetni az érkezőket. Ez aztán később a lakosság nagyon nagy tömegei előtt világossá válik, hogy ez nem így van, és ezáltal a közelgő Európai Uniós választások miatt úgy látom, hogy egyre több uniós vezető és egyre több állami vezető is a külső határok védelmének a fontosságát hangsúlyozza, vagy netalán arról beszél, hogy 2015-ben Magyarországnak igaza volt, amikor a külső határőrizetét annyira fontosnak tart. Igen, az viszont egy nagyon furcsa változás, ugye egy az ENSZ migrációs ügynökségének új vezetője lesz, egy Amy Pope nevű hölgy, aki a Biden kormányzat kötelékéből érkezett, és ő azt mondta, hogy olyan amerikai nagyvállalatokkal is beszél, akiket megpróbál rábírni arra, hogy partnerséget alakítsanak ki az ENSZ migrációs ügynökségével. Itt ugye az amerikai érdeke kicsit más, mert amiről eddig beszéltünk, az Európában igen, vezető migrációs. Ez a változás nyilván, hogyha az ENSZ szeretnék keresztül vinni, és mondjuk a migrációs ügynökség ilyen irányba halad, az Európára is hatással lehet. Nem lehetetlen. Érintheti Európát? Volt már ilyen törekvés, hogy az ENSZ fogadjon egy nagy paktumot, ami nagyon-nagyon jó lesz, mert ez lehetővé teszi a letelepülés megkönnyebbé tételét. Nem támogattuk ezt az elgondolást, mint elolvastuk a tervezeteket. De én azt gondolom, hogy ez, amiről ön beszélt, ez azért alapvetően a Biden kormányzatnak az a erőfeszítése, hogy az általa az előző Trump kormány időszakában bevezetett határőrzeti rendszerek felszámolásának, leépítésének a súlyos következményeit, a óriási tömegek napi óriási tömegek beáramlását próbálná fékezni különféle jogtechnikai, nemzetközi együttműködési kérdésekkel, és ebbe az ENSZ-nek ez a bizonyos szakosított szervezet, ez talán kedvező lehet, azért érkezhetett onnan a vezető. Mi értelme lenne annak, hogy mondjuk egy óriás cég együttműködjön az ENSZ-el, és ne csak pénzt, hanem itt említik a cikkben, hogy szakértelmet is adjon ebben a kérdésben. Mit? Hát hogyan? Gondolom képzés van itt szó. Ugye annak idején, amikor az európai tagállamok egy jelentős része nagyon pozitívként tekintett a tömegesen érkező illegális migránsokra, és Soros György is elmondta, hogy évente legalább 1 milliót be kell fogadni ezek közül, és ez milyen nagyon, nagyon pozitív lesz a nyugdíjrendszere meg a munkaerőpiacra. A való világ azonban szembe jött, és rájöttek, hogy hát akik beérkeztek, azok így a szociális segélyezésből szeretnek jobbára megélni, mert hát sokkal több szociális segélyt kapnak, mint otthon kemény munkával álmukban is elképzelhették, hogy kereshetnek. Nem tanulják meg a befogadó állam nyelvét, szó sincs integrációról, inkább elkülönülésről van szó, a no-go zónák sokaságáról, vagyis ha ehhez még azt is hozzászámoljuk, hogy a 10%-os népesség arány 10%-ában, hogyha már migrációs hátterű emberek vannak, az a folyamat, amit az ő jelenlétük a kereszténység visszaszorításába, a nemzeti értékek leépülésébe veszélybe kerül, ez irreverzibilis, visszafordíthatatlan folyamat lehet. Ha ezt hozzáveszünk, hogy Németországban 18,4% a migrációs hátterű emberekből láthatjuk, hogy komoly baj van, és a lakosságnak a politikai tűrőképessége is agályos, nem véletlenül. De akkor mire számíthat Európa, hogyha azért az Európai Parlament nem akarja, illetve az Európai Unió vezetés annyira nem akarja ezt sem kezelni, sem meggátolni, mire számíthatunk ön szerint? Én abba bízok, hogy a 2024-es Európai Uniós választásoknál egy más összetételű Európai Parlament és bizottság alakul meg, konzervatív fordulat mehet végbe Európába, számos tényező, többek között az illegális migráció elhibázott, nyilvánvalóan elhibázott kezeléséből kifolyólag is, és ez az új összetételű parlament és bizottság talán képes meglépni azokat a lépéseket, amit a gazdaságban, a biztonságban, az illegális migráció fellépésben, a közegészségügyben és számos családvédelmi kérdésekben elkerülhetetlenül szükséges lenne megtenni, és jó példát mutathatunk ebben azokban az eredményekben, amit ezekben a kérdésekben elértünk. Bakony György, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.